Köszöntök mindenkit, Kocsisem Brigitta vagyok. Ez pedig a Novum, az Innováció, a Tudomány és a Technológia magazin műsora a 21. században. Mutatom, milyen témákkal készültünk mára. Agroverzum. Élményközpont az agrártudományok népszerűsítésére. Ipar-egyetem együttműködés. A BME innovációs napján jártunk. Soha ne add fel. Sikeres fiatal vállalkozók történetei a Kárpát-medencéből. Pregnascan. Otthon végezhető mérések az egészséges babáért és mamáért. A nemrégiben nyílt Agroverzum látogatóközpont célja az agrár- és természettudományok népszerűsítése és vonzóvá tétele a fiatalok számára. Az interaktív kiállítás olyan témákkal foglalkozik, mint például a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatása, vagy a biodiverzitás csökkenése. A következő percekben tartsanak velünk Önök is a Martonvásáron található élményközpontba. Jelenleg itt a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontjának a területén vagyunk, amit úgy hívnak, hogy Brunswick Kastély Parkja, ahol éppen sétálunk, az egy nyilvános vagy közpark, ez a neve, hogy Brunswick Kert. És ebben a kertben, mégpedig ott szembe velünk áll a Magyar Tudományos Akadémia első látogató központja, az Agroverzum. Miért pont ide épült ez az élményközpont? Hát itt körülöttünk a parkban kutatóközpontok vannak, a mezőgazdasági intézet munkahelyei láthatók, illetve laboratóriumai, és voltak éppen annak a látogatóközpontja, tehát egyfajta tudománykommunikációs központ. A Martonvásáron működő Agroverzum célja az érthető és élvezetes, gondolkodásra ösztönző tudományközvetítés. A kiállítás foglalkozik talajtannal, növénynemesítéssel, növényvédelemmel, állatorvostudománnyal vagy a klímaváltozás problémájával. Korunk egyik legnagyobb kihívása most a klímaváltozás, aminek nem csak környezeti, de gazdasági, társadalmi ugye, következményei is vannak, és ugye nagyon nagy mértékben hat a mezőgazdaságra. A mezőgazdaság, a fenntartható mezőgazdaság ma már nem létezik agrártudományok nélkül. A kiállítás elsősorban ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. Milyen klímaváltozás következmények vannak, amelyek a mezőgazdaságot befolyásolják? Hogyan tud erre válaszolni az egyes agrártudományi terület? Mit tudnak kitalálni a tudósok annak érdekében, hogy a fenntartható mezőgazdaság továbbra is folytatható legyen? Jelen pillanatban a klímaváltozást mi úgy észleljük, leginkább úgy észleljük, hogy egyre melegebb van, valamivel melegebb mindegyik év, de lehet, hogy ennél még markánsabb most az, hogy a rendellenes időjárási eseményeknek a gyakorisága és az erőssége megnőtt. Tehát hirtelen nagyon nagy viharok törnek ránk. Idén is egy viszonylag hűvös, zűrzavaros tavasz után nagy hirtelen ránk szakadt a kánikulás nyár, és erre a növények is nagyon nehezen tudnak átállni, tehát a kutatók számára ez egy nagyon komoly probléma, hogy olyan növényeket nemesítsenek, amelyek bírják ezeket a megváltozott meteorológiai körülményeket. Vásárhelyi Tamás, a kiállítás egyik megálmodója, végigkísért minket a termeken és bemutatta, hogyan épül fel a tárlat. Itt, ahogy a padlón is látszik, a Talajtani Kutatóintézetnek a termébe érkeztünk meg, egy szimbolikus talajszelvény, ahol különböző talajtípusokkal lehet ismerkedni, Magyarország talajtani térképe, és itt pedig gyakorlati teendőkkel is találkozhatunk, például, hogyha gyerekek szeretnek egy kicsit homokozni, akkor a homokból különböző talajállatoknak a szobrát lehet ki bányászni. Ezeknek az állatoknak az életét is befolyásolja és veszélyezteti az, hogyha nagyon nagy mezőgazdasági gépekkel mennek rá a földekre, és ezeknek a kereke összenyomja a talajt. Itt most a Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézetének a termében vagyunk, ahol a növénynemesítéssel, a növénytermesztéssel kapcsolatos kutatásokat mutatjuk be, és miután az egyik fő kutatási területe a búzának a nemesítése, egy hatalmas búzaszem szimbolizálja ezt a munkát, és eljutunk a
növények szintjére, aztán a sejtek szintjére, aztán a sejtmag szintjére, és végül a genetikai anyag szintjére, hiszen a növénynemesítés lényegében a genetikai anyagnak a megváltoztatása. A Növényvédelmi Kutatóintézet az kórokozókkal és kártevőkkel foglalkozik, és ezen a hatalmas nagy tablón azt látjuk, hogy a filoxérával indulva egészen a mai korunkig 50 éves periódusunként hány nagyon jelentős invazív kártevő jelent meg Magyarországon. Az utolsó terembe érkeztünk, ami az Állatorvos Tudományi Kutatóintézetnek a terme. Meg lehet simogatni a tehénnek a szőrét, nagyon finom szőre van. A bendőjében termelődik a metán, amit fölböfög az állat, és a szarvasmarhák, illetve a kérődző állatok által termelt metán az olyan mennyiségű, hogy ez már mérhetően hozzájárul a globális klímaváltozáshoz. A gyerekek nem csak az agrártudomány fontosságáról tanulhatnak, hanem izgalmas kísérleteket végezhetnek az élménylaborban. Címe: Színes kísérletek a növények világában. Van egy növényi anyag, talán nem tanultátok még, ennek a növényi anyagnak az a neve, hogy antocián. A látogatóközpont célcsoportja elsősorban a középiskolás diákok, hiszen nem titkolt célunk egyfajta pályaorientációs szerep betöltése is, hiszen szeretnénk a mezőgazdaság és az agrártudományok felé irányítani az ifjúságot. Elsősorban az agrártudományok kutatási eredményeit tesszük közzé, de azért van benne természettudomány is egy kicsi és olyan alap biológiai ismeretek közlése, ami nélkül nem érthető meg, hogy a mezőgazdaságot támogató agrártudomány hogyan működik. Mikor a tudományoktól megtelve kilépünk az agroverzum falai mögül, érdemes barangolni egyet a Brunswick Kastélypark tekervényes tanösvényein, és ellátogatni az ott található Beethoven Emlékmúzeumba is. Hol lehetne nagyobb az innovációs kedv, mint éppen az egyetemeken, ahol kéz a kézben jár az ifjúság lendülete és a szakmai felkészültség, ahol a professzorok megfontoltsága kiegészül a diákok újító látásmódjával. És ha mindez párosul az ipari szereplők igényeivel és elvárásaival, akkor már is kész a recept. Akár az önvezető autó receptje is. A Budapesti Műszaki Egyetem innovációs napján ipar-egyetem együttműködés címmel tartottak konferenciát, amire természetesen a Novum stábja is ellátogatott. Olyan, mint egy játék. Nem véletlen, hisz egy játékautóból alakították át a műegyetemen, hogy oktatási és kutatási célokat szolgáljon. Sok oldalú kis autó például tud zenét is lejátszani. De a lényege nem ez, hogy a Műszaki Egyetemen, az automatizáció tanszéken fejlesztjük ezt az autót, ami egy önvezető járművek algoritmusainak kutatására, vizsgálatára és bemutatására szolgáló teszt platform. Látható, hogy egy ilyen óvodás gyerekek számára készített kis autóból alakítottuk át, egy saját vezérlőrendszert tettünk bele, és így alakítottuk át egy kisméretű, ezért beltérben is elférő önvezető autós tesztplatformá. Önvezető autó, sofőr nélkül. A világon mindenütt fejlesztik. Magyarország ennek a kutatásnak az egyik komoly szintere. Amit ma az iparágban látunk, az az, hogy vagy minél viszonylag nagymértékű szimulációkat végeznek, hogy próbálnak minél többféle helyzetbe megvizsgálni az autókat, és valós helyzetbe kimennek az utakra. Az igazi kihívást itt az jelenti, hogy a általános hétköznapi helyzetekben ezek az algoritmusok, vezérlések már sokszor jól működnek, azonban nagyon sokszor van olyan, hogy egy-egy ritka szituáció okoz például balesetet. Első lépés. Az önvezető jármű fel kell, hogy térképezze a környezetét. Tudnia kell azonosítani az őt körülvevő tárgyakat. A legegyszerűbb helyzet, ha ez a jármű kötött pályán közlekedik. Kicsit nehezebb a helyzet az autópályán, és a legnehezebb a városban. A fő követelmény a biztonság.
Nyilván többszörös biztonságot építenek be, tehát általában a hardware elemeket is duplázzák, sokszor többféle szenzoradatát használják fel, akár radarra vagy lidarra kell gondolni. A problémát azonban mégis az okozza, hogy hiába jönnek az adatok, hogy veszi észre az egyes szenzor, hogy ott van egy akadály, döntenünk kell nekünk egy összetett szituációba, hogy igazából mit is cselekedjen az autó, és ez sok esetben még akár egy embernek se triviális. Kicsit lépjünk vissza a játéknak kinéző kis autónkhoz, ahol minden megtalálható kicsiben. A kameráknak a feladata, van egy fix kamera, amivel például előtte levő utat tudja figyelni, és például sávkövetést, sávtartást tud megvalósítani, illetve objektumfelismerést, a közeledő tárgyakat, személyeket akár képes detektálni, vagy akár fel is ismerni, hogy milyen típusú objektum van előtte. Illetve van rajta egy mozgatható kamera, amit egy távoli jelenlét, távoli vezetés funkció megvalósításakor tudunk használni. Tartozik az autóhoz egy virtuális valóság szemüveg, illetve egy kormány és pedál, egy ilyen külső virtuális vezetőfülke, amiben beülve azt érezhetjük, mint a mi is a 3 éves kis gyerek lennénk, aki belülről szemlél és tudja irányítani az autót. Egyfelől a távoli irányítás közben működik ez az akadály elkerülő funkció, tehát a észrevehető akadályoknak nem fog neki menni az autó, ezzel segíti is a vezetőt, illetve van olyan funkciója, hogy a menet közben készített térkép alapján önálló navigációra is képes, tehát a fölépült térképben ki tudunk jelölni egy grafikus felületen egy célpontot, és akkor az autó megtervezi az útvonalát, és aztán oda navigál. A rendszer lelke a szoftver, ami természetesen saját fejlesztés. Leképeztük az autóipari valóságot, egy egyszerű, jól hozzáférhető, a hallgatók számára is megérthető és továbbfejleszthető rendszerré. Az itt bemutatott fejlesztések a Budapesti Műegyetemen zajlanak. Egyetem és innováció kéz a kézben járnak. Ezt mutatta az a konferencia, melyen az ipar szereplői is ott voltak. Az egyetemnek rendkívül kiterjedt kapcsolatai vannak iparvállalatokkal. Itt a köszöntőmben elmondtam, hogy az ipari kapcsolatok nélkül a Műegyetem nem létezne olyan sikeres formában, mint amiben létezik. Nem egyoldalú az ipari kapcsolatunk, hanem mindenféle hátterű és szervezeti formájú és méretű céggel létezik. Hogy jönnek össze az egyetemi feladatok a cégek által képviselt elvárásokkal? A cégeknek van egyfajta stratégiájuk és munkavégzési filozófiájuk. Mi kérjük őket kifejezetten, hogy az általuk elképzelt tudáshoz adjanak tanácsokat, hogy mit tanítsunk aktuálisan a hallgatóknak. Ők maguk bejárást kapnak az órákra, kiváló hallgatókkal, laborokban foglalkozhatnak, megismerhetik őket, és állásajánlatot tehetnek neki. Az elhangzottakra is példa lehet az önvezető járművek fejlesztése. Ezeknél kulcsszerepet kap az 5G-s mobil hálózat. Azért lesz itt szükség az 5G hálózatra, mert az élő videókép, illetve annak a késés nélküli, vagy a nagyon minimális késésre való továbbítása nagyon fontos arra, hogy a vezetőnek az élménye az megfelelő legyen, és az 5G hálózata lesz az, amelyik ezt képes biztosítani. Már sejteni, hogy mit hoz a holnap az önvezető járművek terén. De vajon a jövő kisgyermekei is örömmel vezetnek majd játék kis autókat? Sikeres vállalkozók, akiknek 1001 okuk lehetett volna, hogy feladják. Azonban tudásszomjuk, türelmük és kitartásuk a legváratlanabb nehézségeken is átsegítette őket. A következő percekben olyan fiatal vállalkozókat ismerhetnek meg a Kárpát-medencéből, akik innovatív ötletükkel ma már sikeres startup céget vezetnek, és tabuk nélkül meséltek nekünk az idáig vezető útról. Immár negyedik alkalommal rendezte meg a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága és a Design Terminál a Kárpát-medence egyedülálló vállalkozásfejlesztési programját közel 200 határon túli mikro-, kis- és középvállalkozás számára. Eddig közel 500 alkalommal forrást, több ezer esetben pedig szakmai támogatást kaptak a kőhoni magyar vállalkozók cégük fejlesztéséhez. A magyar vállalkozók Kárpát-medencei szinten elsősorban magyar embereket foglalkoztatnak. Magyar 100%-ban, több mint 90%-ban, 92,4-5%-ban magyar embereket foglalkoztatnak,
vállalkozásaiban. Nyilván attól figyel, mekkora az a vállalkozás, a mikro és kis vállalkozók 3-4-5 esetenként 10 magyar embert is foglalkoztatnak, és ezáltal ugyanennyi magyar családnak megélhetést nyújtanak biztos jövőt. Erre példa a vajdasági BSB Agro Kft. Is. Árpád 5 évvel ezelőtt alkalmazott, tőke és bármilyen forgalom nélkül kezdte felépíteni vállalkozását. Ma már 15 magyar munkavállalót foglalkoztat, és ővé a Kárpát-medence egyik legjelentősebb mezőgazdasági gépeket előállító startupja. Tíme a Nagyváradon alapított rendezvényszervező vállalkozást, nem tervezte a cégalapítást, az élet hozta számára a ma már sikeres startup ötletét. Gyermekének keresztelőire tóparti rendezvényt szeretett volna, amikor azzal szembesült, hogy szinte nincs miből választania. Mindketten éltek már valamilyen pályázati lehetőséggel, amit a határon túli fiatal vállalkozók számára hirdettek meg. Én a kezdő tőkémet részben ennek a programnak köszönhetően tudtam előteremteni, pályáztam, és sikerült 6 millió forintot nyernem, és az első alapeszközöket ebből az összegből vásároltuk meg. Már a kezdőtőke előteremtése sem könnyű egy fiatal vállalkozó számára, holott ezzel közel sincs megoldva a zökkenőmentes működés. A kreatív hozzáállás a pénzügyekben sem elhanyagolható. Lassan-lassan beindult a cég, jöttek a rendelések. Fölvettünk előleget a megrendelőtől, elmagyaráztuk neki, hogy hát nincs pénzünk legyártani, hogyha nem fizeti be előre, mi még kezdők vagyunk, és nyilván sokan ez miatt nem nálunk vásároltak, mert hát ők nem akartak előleget adni, de valaki ezt megértette, esetleg kapott cserébe egy kis engedményt, vagy kapott valamilyen plusz szolgáltatást, vagy egy jobb terméket kapott ugyanazért a pénzért, vagy tehát valahogy megoldottuk, áthidaltuk ezeket az átmeneti forrás hiányokat. Egy sikeres vállalkozás indulásakor nem rózsaszín kövekkel van kiépítve az út, és bizony a folytatás sem csillámporos. Ezt a két különböző profilú, ám egyformán úttörő startup-el sem titkolta. Olyan rohamosan jelennek meg új játékok, új típusú, nem is tudom, foglalkozások, alapanyagok, amiket be kellene vonzani. És megrendelő igény is van erre, hogy akkor mindig újítsunk, mindig valami mást vigyünk. Hogy oldjátok ezt meg akkor? Igen, ezt mondom, hogy a kreativitással, illetve próbálkozunk folyamatosan, saját játékokat is fejlesztettünk már. Olyan kezdetben megoldhatatlannak tűnő műszaki igények léptek fel, amivel úgy nem tudtunk mit csinálni. Ma már nevetünk rajta, hogy hát hogy nem jutott előbb eszünkbe, hogy azt így kell csinálni, vagy úgy kell csinálni, hogy ezt nem tudom, ezt így kell esztergálni, vagy azt úgy kell galvanizálni. Mire vagytok a legbüszkébbek, akár technológiai szempontból, ami olyan más, mint a többiek esetében? A legbüszkébbek arra vagyunk, hogy a termékeinket, különösen az öntöző dobjainkat, öntöző konzolainkat, azokat 100%-ban magunk fejlesztettük. Tehát nem úgy történt a fejlesztés, hogy akkor elmentünk a nagy konkurenciának a gépét, és körülfényképeztük, és akkor utána megrajzoltuk, ami kísértetiesen hasonlított az eredetire, hanem valóban egy saját terméket állítottunk elő. Sikerült gyakorlatilag egy olyan profilt kialakítani, amivel egyedülállóak vagyunk a régióban, mert a Párciumban nincs gyakorlatilag olyan, aki hasonló eszközparkkal rendelkezne. A Kárpát-medencei vállalkozók közössége különleges. Három olyan tulajdonság van, ami miatt azt érzem, hogy nekünk minden évben itt kell lennünk, és ott kell lennünk a határon túli területekre. Az első az a kitartás, hogy látunk olyan vállalkozói példákat, akik amikor már más feladna, még mindig mennek tovább, és a valódi sikerek ebből születnek. A második az alázat. A siker harmadik pillére pedig a türelem. A nehézségek megoldása ugyanis előfordul, hogy időbe telik, és ha nem valamilyen magasztos célért működik a vállalkozás, az bizony megnehezíti az előrelépést. Értettek egyet a bemutatott startupok alapítói. A program a jövőben is folytatódik, a cél az, hogy a határon túl is gazdaságilag erős lábakon álló magyar közösségek éljenek.
Egy magyar találmány a várandós anya szív- és érrendszerének állapotából már az első tünetek megjelenése előtt számos rendellenességre felhívja a figyelmet. Az otthon elvégezhető mérések olyan sok élettani adatot szolgáltatnak az édesanyáról, hogy segítségükkel számos betegség elkerülhető, sok esetben megelőzve ezzel a koraszüléseket is. Ezt a kis készüléket felhelyezem az ujjamra, bekapcsolom, van egy mobilos alkalmazás a telefonon, ehhez internet is szükséges, és akkor ezzel összeköttetésben egy 3 perces mérés, és egyből küldi az orvosnak a mért eredményeket. Nikolett egyike azoknak a kismamáknak, akik egy magyar találmánynak köszönhetően naprakész információkat kaphatnak állapotukról, akár az otthonukban. Az édesanyja első gyermekét várja, és bár nincs olyan körülmény az egészségi állapotában, ami veszélyeztetné a terhességet, Nikolett szeretett volna minden kétséget kizárva készülni kisfia megszületésére. Az elején furcsa persze, de most már szinte a napi rutin része ez a mérés. Apa és fia közös kutató-fejlesztő munkájaként született meg a PregnaScan. Nagyon is érthető a mögöttes filozófia, miszerint a baba állapota a mama állapotaiból származtatható. És ha a mamánál mindent rendben találnak, akkor nagyon valószínűtlen, hogy a babánál bármilyen egészségügyi gond merülne fel. Én alapszakmám szerint meddőségkezeléssel foglalkozom. És a nálunk induló várandóságokat én szeretném akkor is nyomon követni, ha én magam szülészettel nem foglalkozom. Számomra nagyon fontos, és az egyik legnagyobb cél az életemben, hogy minél egészségesebb mamáktól, minél egészségesebb babák szülessenek. Sokak számára felületesen úgy tűnhetne, hogy a meddőségkezelésnek az a célja, hogy legyen minél hamarabb egy pozitív terhességi teszt, és akkor megvan az öröm. Az öröm akkor van, amikor egy egészséges baba születik, lehetőség szerint egészséges mamától. És erre fel kell készíteni a mamákat, és figyelni kell, hogy a várandóság alatt minden úgy zajlik-e, ahogy az a legoptimálisabb lehet. A terméket jegyző startup vállalkozás részt vesz a Design Terminal Mentor programjában, melynek keretében például egy vezető mentor üzleti tapasztalataival segíti a technológia minél jobb hasznosulását. A Design Terminal vállalkozás fejlesztő programjában kifejezetten olyan startupokat segít, akik üzleti ötletükkel valamilyen társadalmi probléma megoldásához is hozzájárulnak. Itt információt kapunk a véroxigenizáltságáról, a szívfrekvenciáról, mivel ő már 37 fölött van, sőt közel a szüléshez, az ő szívfrekvenciája már magasabb, de információt kapunk az erek rugalmasságáról, feszüléséről, külön a nagy erekről és a kisebb erekről. Ezeket nagyon figyeljük a várandóság alatt, ezeknek az értékeknek nem szabad emelkedni, akinél ez emelkedik, annál terhességi magas vérnyomás, toxémia, preeklampszia, mindenféle ilyen csúnya nevű állapot fordulhat elő, ami nem tesz jót se a mamának, se a babának. Ezek ma egyszer csak megjelennek tünetileg a várandóság valamelyik szakaszába, valamilyen súlyossággal, de ma még a tankönyvek is azt írják, hogy ezeknek nincs előzménye, ezek nem szűrhetők, ezek egyszer csak jönnek. Márpedig előzmények vannak, megfelelő eszköz nem volt eddig arra, hogy látni lehessen a terhességi magas vérnyomásra utaló jeleket, ami akár végzetes következményekhez vezethet. Ezzel a rendszerrel sokkal a tünetek megjelenése előtt már ezt észlelnénk, és lenne időnk reagálni a rossz folyamatokra. A világ egyik legjelentősebb távközlési szolgáltatója digitális innovációs versenyén második helyezést ért el az eszköz. A díja járó támogatásból összefogva a Magyar Védőnők Egyesületével a kelet-magyarországi kismamáknak fognak segíteni. 20 védőnőnek oda tudjuk adni a PregnaScan rendszert, tehát itt most nem a kismamáknak, hanem a védőnőnek adjuk oda a rendszert, és ők fognak kb. 500 kismamát követni a várandóság során,
Nyilván ez azért fontos, mert kelet-magyarországi régióba ez csak sokkal később juthatná el, ez a technológia. A PregnaScan alkalmazása egy technológiának, egy platform, ami különböző felhasználói csoportok számára hasznosulhat a jövőben, mondják a fejlesztők. Sok egyéb mellett szolgálhat szív- és érrendszeri betegek állapotának nyomon követésére, vagy sportolók teljesítmény optimalizálására is. Ezt bizonyítva rajtam is teszteltük a sokoldalú eszközt. Árulkodó jel az pont a légzésszám, ami még a várt érték alatt is van egy kicsit. Nagyon nyugodt a légzése, a kicsit stressz és a kicsit magasabb pulzusszám ellenére, ami megint csak, hogyha nem sportolna, vagy nem úszna, akkor nem lenne ilyen tüdőkapacitása, és most itt pihegne a magas pulzusszámmal és a stressz helyzettel. Az utóbbi évek egyik legnagyobb fejlődését hozta a magzati diagnosztikába az ultrahang megjelenése. A fejlesztők szerint hasonlóan nagy áttörést hozhat az anyák szív- és érrendszeri állapotáról pontos információkat nyújtó eszköz a szülészet területén. Mai műsorunk véget ért, de remélem, hogy a jövő héten is találkozunk. Adásainkat addig is visszanézhetik a közmédia videótárában a mediaclick.hu oldalon, vagy saját internetes felületünkön a novumtv.hu-n. Érdemes a Facebook oldalunkat is lájkolni, ahol további tudományos érdekességekkel várjuk Önöket. Észrevételeiket, kérdéseiket pedig elküldhetik e-mail címünkre, az info@novumtv.hu-ra. Szép napot kívánok mindenkinek, egy hét múlva találkozunk, viszontlátásra! Okay. Készült a Nemzeti Kutatási és Innovációs Alap támogatásával.